život je kao prepona. Lavovi je preskaču, lukavi se povlače ispod, a samo glupi ostaju da stoje ispred nje. A glupi su oni koji znaju šta je red, poštuju zakon i propise vlastite države. Így fejezte be beszédét Pásztor István. De ne rohanjunk ennyire előre. A tartományi parlament elnöke délben szólalt fel a köztársasági parlamentben. A költségvetési rendszerről szóló törvény módosítására benyújtott tartományi indítványt ismertette. 2000-től a vajdasági parlament összesen 39 indítványt küldött el a köztársasági törvényhozásba, ebből csak 3 került napirendre. Egy 2002-ben, a másik 2 2003-ban. Ma ismét helyet kapott a tartományi indítvány a szerbiai parlament. A jövő évi köztársasági költségvetés javaslata úgy számolja el a pénzt, hogy vajdaságot egyértelműen megrövidíti néhány 10 milliárd dinárral, mondta Pásztor István. A tartományi parlament elnöke felszólalásában megindokolta, hogy miért kellett az indítványra 2 hónapot várni. Kratje od 2 meseca se to ne može uraditi. Mi smo nakon usvajanja tog zakona imali raspravu sa predstavnicima vlade. Mi smo pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom. Az indítvány a tartománynak járó 7%-ról szól, szeptemberben ugyanis kisebb alapot határoztak meg a képviselők. Pásztor István szerint ez megkárosítja vajdaság érdekeit, és ellentétes azzal az alkotmányos garanciával, amelyet 6 éve biztosítottak a tartománynak. Pásztor István korábban azt mondta, amennyiben az indítványokat elutasítja a szerb parlament, vajdaságnak csak az marad, hogy sziszifuszi munkával tovább győzködje az államvezetőséget az igazáról, és megtegye a lehetséges jogi lépéseket is.